Miért fontos a térség életében ennek az útnak az átadása, és hol vagyunk most pontosan? Most Abonynál vagyunk, Abony és Szolnok között. Mindenképpen nagyon fontos, hiszen a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik, és jó néhány lépést már megtettünk Budapesttől a térség Jászlik-Szolnok megye irányában. Egy négysávos út szakasztattunk át. Itt be lett jelentve, az államtitkár úr bejelentette, hogy jövő idén ősszel elkezdődik a Szolnok elkerülő útszakasz, megkezdődik idén még a tervezése a Törökszentmiklós püspökladány szakasznak, amiben érintett lesz Kenderes, Fegyvernek, Kisújszállás, Karcag is. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ha nehezen is, de el fog érni hozzánk a négysávos autópálya, gyorsforgalmi út, és én azt gondolom, hogy új lendületet fog venni a térség fejlődése.